Szép jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, illusztrus vendégeinket, gyerekeket, a szülőket, nagyszülőket, színház szerető barátainkat. A mai este egy különleges nap, hiszen először fordul elő az, hogy különböző nemzetiségű gyerekek egy színházi estén együtt játszva jeleníthetik meg úgy a saját identitásukat, hogy közben ugyanazt gondolják a világról. Az est folyamán örmény, görög és lengyel színészpalánták mutatkoznak be önöknek, akik egy színházi mesével, mitológiai történettel, vagy éppen legendával kötnek össze minket. A most következő gyerekszínházi etüdők azért kedvesek nekünk, mert egy olyan ember emlékét hozzák a színházi falak közé, akinek az egyik legfontosabb üzenete számunkra pont ez volt. Különbözőek vagyunk, külön-külön őrizzük hagyományainkat, és ha ezt őszintén tesszük, akkor egyet gondolunk mindnyájan. Gergely Lászlót ezt is motiválta, hogy hogyan kereshető és hogyan mutatható fel az általános emberi, még ha az egymástól teljesen különböző forrásokból is tör fel. Troján Tünde lengyel, Keller Linda örmény és Kollátosz Fotiosz görög színészek kezdeményezésére jött létre a mai este és a ma látható darabok. Itt szeretnénk köszönetünket kinyilvánítani támogatóinknak, Elena Korani, az 5. kerületi görög nemzetiségi önkormányzat elnökasszonyának. Eleftheria Tomebiu, a 13. kerület görög elnökasszonyának, aki biztosította a mai helyszínt. Köszönet az önkéntes munkában részt vett szülőknek, segítőknek és nem utolsó sorban a gyerekeknek, akik felkészültek a mai estére. Első produkciónkat az Örmény Nemzetiségi Színház gyerekei adják elő. Bári Jereko. Az Ártástát Örmény Nemzetiségi Színház Magyarország első örmény nemzetiségi színházaként 2013. júniusában alakult meg kulturális egyesületi formában. Jelenlegi felállásban 2015. májusától működik Ártástát Örmény Nemzetiségi Színház néven. Munkájuk folyamatos és állandó, átlagos évenkénti 3-4 színházi bemutatóval színesítik a repertoárt. A 18. kerületi örmény önkormányzat karolta fel őket, alapította meg és segítette a munkájukat a mai napig, akinek figyelmükért, támogatásukért nagy köszönettel tartoznak. Külön köszönet Nazárián Hamlet elnök úrnak, aki mindent megtesz értük, szívén viseli a színházukat és a sorsukat is. Céljai között szerepel egy olyan különleges keleti világú színház létrehozása, amely az itteni európai emberek számára ezidáig ismeretlen volt. Ezt kihasználva szeretnének egy olyan professzionális színházat létrehozni, ami magában foglalja az örmény kultúrát, az örmény zenét, az örmény írókat, darabjaikat, a Magyarországon élő örmény származású, illetve az itt vendégeskedő művészeket egy csoportba fonja. Zenészt, szobrászt, énekest, festőt egy színpadon mutatnak be. Előadásaiban törekednek a kétnyelvűségre, valamint a feliratozásra egyaránt. Igyekeznek örmény vonatkozású színes palettát létrehozni minden színházi évadban, e törekvésükben nagy segítség számukra a termékeny örmény irodalom. Szeretnék megmutatni magukat országszerte, bemutatni az örmény kultúrát, megismertetni és megkedveltetni a közönséggel a nemzetiségüket. Színházok nem csupán az örmény kisebbségnek szól, igyekszenek repertoárokban minden korosztályt és nemzetiséget is megszólítani egyaránt. A 2016-os évi munkásságuk az Ártástát Örmény Nemzetiségi Színház a 2016-os évben első bemutatójaként Genocidium 101 címmel mutatta be Antonia Arsalan Pacsirtavár című regénye nyomán íródott előadását. A premierre április 26-án került sor. A Nemzetiségi Színház Szövetséggel második közös nagyszínpadi előadások április 18-ára esett, előbemutatóként Vén Európa Hotel címen. Majd június 18-án bemutatóként a Bethlen Gábor téli színházban. A fővárosi örmény önkormányzat felkérésének eleget téve augusztus 13-án mutatták be előbemutatóként Csiki Gergely Vasember című darabját. Előbemutatóként majd most december 14-én ősbemutatót tartanak a fővárosi örmény önkormányzat színháztermében, Budapest, Akadémia utca 1 szám, ahol természetesen mindenkit nagyon sok szeretettel várnak.
Aztán emellett még Mikulás műsorokat is szerveznek 2016. december 6-ai időszakban. Az Ártását színház.hu weboldalon lehet továbbá érdeklődni, az előadásokat nyomon követni, és a színházunkról is tájékozódni. És akkor most következzen az Örmény mese, az Örmény gyermekek álmai címen Gigosz meséjének egy átirata. Két testvérről szól, Ellenről és Dávidról, akik anyu kérésének elegettével elindulnak friss vizet hozni a kútból terített asztalhoz, de közben álmukba lépnek át. Mindegyik gyermek vágyik valamire, s a kúton túljutva álomvilágba lépnek, amiből szabadulni nem tudnak, saját álmuk fogságába maradnak. De az anyukájuk, mint minden édesanyja, tudja, hogy mit álmodjon, hogy szabadítsa ki a gyermekeiket, és hogy legyenek újra otthon. A mese Örmény zenével tarkított 5 jelenetből álló kalandos történet. Nagyon jó szórakozást kívánok! Vaj, vaj, herčki gos. Vaj, vaj, herčki gos. Vah, vah,
györtölődött. Szitta őt, mint a bokrot. Majd passa. Ureus anum achcikös. Ureus anum achcikös. Karohet cakrea gavatő. Vorcsílesz mumlari. Karohet cakrea gavatő. Vorcsílesz mumlari. Gnázavakös. Jefes incsekatavú. Gnázavakös. 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 Davidasza. Gnomen mai. És a fiú elindult a kuthoz. Villantokat maga mögött hagyta a kutyaóra, aztán a nagyon fiúval, végül a kert végével megpillantott a vízparton szokogó testvérét. Dávid azt mondta, ince pata fel! Ince pata fel! Incsú csez galiz het gavató! Elena szak. Vaj, vaj! Vaj, vaj, yes! Vaj, vaj. Közben
Prosim, Dami, Hraske, Dami z im Jerazane. Gali se maje asat. Jerahaneres, Jerahaneres, Ellen, David. Pasta Hanet. Kerszi, négy mentor, Pareszkevi Klica, Krisztina Zahura, Nóra Janakakis és Kollátos Fotios egyetértéséből és ötleteiből született és működik. Céljuk elsősorban a görög nemzetiséghez tartozó fiatalok identitásának és sokrétű tehetségének erősítése, informális és nem formális oktatás formájában beszélgetve a tanuló kritikai gondolkodását éri. A kritikai gondolkodók gyerekszínjátszóköre egy éve alakult meg, három nagyszabású görög nyelvű színházi előadással lette meg közönségét. Arisztofanész Madarak, a 21 és a Görög esküvő című előadásaiban. A színjátszócsoport vezetője Kollátos Fotios. A most következő színdarab mitológiai ihletettségű, a görög mítoszok jól ismert alakjainak jelennek meg előttünk. A jelenet az ókori Hellász egyik legismertebb teremtés történetét eleveníti fel. Uranusz és Gaia összefonódásából születik meg Krónosz, aki a hatalomféltésből lenyeli születendő gyerekeit, de Réa, a felesége megmenti az újszülött Zeus és helyette egy nagy követ nyelet le férjével. Majd Réa Zeus segítségével kiönklendezteti férjéből gyermekei, akik nem mások, mint Zeus testvérei, akik elkergetik apjukat Kronoszt és elfoglalják az Olimposz trónját. Majd láthatjuk Ciprus partjainál Afrodité születését. Zeus, a szépség és a szerelem istenét felkéri, hogy alkosson egy hozzá hasonló emberi teremtményt. Így születik meg Pandóra, aki még Zeuszt is elbűvöli szépségével, és a főisten egy csodaszép szelencét ajándékoz neki azzal a kitétellel, hogy nem nyithatja ki. Pandóra nem tud ellenállni a csodaszép ajándéknak, és amint kinyitja a ládikát, rászabadul az emberekre mindenfajta rossz csapás. Nagy ijegységében Pandóra visszazárja a szelencét, melyben benne marad a remény, vagyis elpidegül.
Az ókori Hellászban az emberek isteneiket emberi tulajdonságokkal ruházták fel, és úgy gondolták, hogy azok jókedvükben, unalomból vagy éppen bosszúból játszadoznak, mulatoznak velük. A halandó emberek ennek ellenére az ókori Hellászban tisztelték isteneiket, mert önbecsülésüknek ez volt az egyetlen helyes útja. Tiszteljük meg mi is a most következő gyerekelőadást, és utazzunk vissza az ókori görögök világába. Jó szórakozást kívánok!
διάλεξε τη Ρέα, που ήταν και αυτή Τιτάνος. Μαζί βασίλευαν ειρηνικά, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Και όταν η Ρέα άρχισε να κάνει παιδιά, ο Κρόνος φοβήθηκε μήπως να ανατρέψει κάποιο από αυτά, όπως έκανε ο ίδιος με τον ουρανό. Γι' αυτό σκέφτηκε ένα σχέδιο για να εξασφαλίσει ότι κανένα από τα παιδιά του δεν θα τον ανέλαβε. Με μία μεγάλη δουλειά κατάπινε τα παιδιά του μόλις αυτά γεννιούνταν. Η Ρέα φυσικά δεν άντεξε για πολύ. Όταν γεννήθηκε το έκτο παιδί της, σκέφτηκε ένα σχέδιο για να το προστατεύσει από τον άντρα της. Έκρυψε το παιδί στο δάσος, πήρε μια πέτρα, την τύλιξε σε μια παιδική κουβερτούλα και την έδωσε στον Κρόνο. Έπειτα πήρε το παιδί και το πήγε στην Κρήτη, στη γιαγιά του Τυγαία. Εκεί μεγάλωσε και επέστρεψε στη γη του πατέρα του για να σώσει τα αδέρφια του και να αναλάβει το βασίλειό του. Το παιδί αυτό ήταν ο Δίας. Πάρε αυτό το μαγικό φίλτρο και φρόνησα το διόλο πατέρα. Το φίλτρο αυτό προκάλεσε τέτοιο ανακάθαμα στον Κρόνο που έβγαλε όλα τα παιδιά του, τα οποία ήταν θεοί, δεν είχαν πάθει τίποτα και είχαν μεγαλώσει. Ο Ποσειδώνας, ο Άδης, η Εστία, η Δήμητρα, η Ήρα. Αυτή η πράξη του Δία ήταν η αρχή ενός φοβερού πολέμου. Ο Δίας και τα αδέρφια του είχαν να αντιμετωπίσουν τον Κρόνο και τους άλλους Τιτάνες. Ο Δίας ελεύθερωσε τους κύκλοπες από τη βάση της γης και αυτοί πολέμησαν στο πλευρό του. Ήταν πια πανίσχυρος. Ο Κρόνος και οι άλλοι Τιτάνες γρήγορα εκείθηκαν και έτσι άρχισε η μεγάλη βασιλεία των θεών του Ολύμπη. Δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνος. Εσύ Ποσειδώνα, θα γίνεις ο θεός της θάλασσας. Θα ορίζεις τα κύματα και τις τρικυμίες. Άδη, εσύ θα κυβερνάς τον κάτω κόσμο. Δήμητρα, η γη, ο θερισμός και τα σπαρτά των ανθρώπων θα είναι στα χέρια σου. Και εσύ Εστία, θα προστατεύεις το σπίτι και την οικογένεια. Όλοι θα έχουν μια Εστία στο σπίτι τους. Κι εγώ δεν κάνω τίποτα εγώ. Α, Ήρα, για σένα φύλαξα μια θέση στο πλευρό μου. Θα είσαι η γυναίκα και η βασίλισσά μου. Thank you.
έτσι γεννήθηκε η Αφροδίτη. Οι Έλληνες την αποκαλούσαν και Κύπριδα, καθώς τα ρέματα της θάλασσας την οδήγησαν στην πάπο της Κύπρου, όπου έζησε και λατρεύτηκε για πολλά χρόνια. Αφροδίτη, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Όμως
να ρίξω μια ματιά. Άνοιξε το, άνοιξε το. Μια τόση δα ματιά. Μόλις όμως άνοιξε το κουμπί, περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Αντί για λεπτά η χρυσάφια, όλα τα κακά ξεχύθηκαν από μέσα. Η αρρώστια, η απληστία, η σκληρότητα, ο πόλεμος. Όλα τα κακά που περίμεναν από κουμπί και πέρα τους ανθρώπους. Έτσι ο Δίας πήρε την εκπληξή των ανθρώπους και την έφυγαν το δώρο της φωτιάς από τον Προμηθέα. Όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Και ευτυχώς, με αυτόν τον τρόπο έσωσε το ένα και μοναδικό καλό πράγμα που είχε αφήσει στο μάτι του κουτιού ο Δίας. Την ελπίδα. A lengyelek. A lengyel nagykövetség mellett működő iskolai konzultációs pont színjátszó csoportja még nagyon fiatal, mindössze néhány hónapos. Egy iskolai ünnep kedvére alakultak meg. Ezen az ünnepen egy Slavomir Prozsek elbeszélés, a művész színpadi változatát mutatták be, mely nagy sikert aratott, és ekkor döntött úgy a csoport, hogy folytatja a megkezdett munkát és együtt maradnak. A csoport lengyel nyelven játszik. Vezetőjük Traján Tünde, aki más gyermekcsoporttal is dolgozik, így a Lakatos Mennyiért Általános Iskola és Gimnázium Páfrány Virágok csoportjával is. A lengyel iskolai konzultációs pont színjátszó csoportja ma este egy legendát mutat be, melyből kiderül, hogy melyik volt az első lengyel uralkodóház. A legenda címe a kerékgyártó piaszt. Már elhangzott, hogy a csoport lengyel nyelven játszik, de ma kivételt tesznek, és a legendát magyar nyelven is meghallgathatják a nézők. A csoport főszponzorai, lelkes jelmez és díszletkészítői, a gyermekek szülei és az iskola odaadó pedagógusai. Beáta Mondovics igazgatónővel az élén. A produkciókat az ő segítségükkel hozták létre. Fogadják sok szeretettel!
postrzyżyny najstarszego syna Piasta, który właśnie skończył siedem lat. Była to niezwykła uroczystość, w czasie której chłopiec przechodził z pod opieki matki pod opiekę ojca. Just
ножками жертвам и учинили на рукавах так само знаки, что на любого их сына. Vezetőjét, művészeit és a csoport tagjait. Úgyhogy a színpadra szeretném szólítani, és nagy tapsot szeretnék kérni az Ártársát Örmény Színház vezetőjének, Keller Lindának. És a színház tagjainak. Nagy tapsot szeretnék kérni Kritikus Szkepszi művészeti vezetőjének, Kolátos Fotiosznak és a csoport tagjainak. Még egy nagy tapsot szeretnék kérni a Lengyel Iskolai Konzultációs Koncertjátszó csoport vezetőjének, Troján Tündének és a fellépő gyereknek. Estének többek közt az egyik célja az volt, hogy adózzunk a tragikus körülmények között elhunyt Gergely László emlékének, és vállalkozzunk arra, hogy szellemiségét a jövőben is megőrizzük. Kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új évet szeretnék mindenkinek kívánni. Szurp tönunt, vesz haus von, hronyapolá, minden jót, viszontlátásra! Illetve
szeretném adni a szókultúrjára Troján Tündének, mert egy meglepetéssel készültek a ma estére. Mi szeretnénk, mivel közeledik a karácsony, ezért készültünk egy olyan karácsonyi dallal, amit szerintem mindenki ismer, mert nagyon sok nyelven megvan. Először az egyik színésznőnk elénekelne egy részt a dalból, utána pedig azt szeretnénk, hogy aki tudja és van kedve velünk énekelni, nem lengyelül természetesen, mert ő lengyelül fogja énekelni, hanem magyarul vagy akármilyen nyelven, akkor énekeljük ezt el így az eljövendő ünnepekre emlékezve.